1764. január 7-én lemészárolta az osztrák katonaság a Madéfalván egybegyűlt, a határőrsorozás ellen tiltakozó csiki székelyeket. A vérengzés madéfalvi veszedelem néven vonult be a történelembe. A 260. évfordulóról a két civil szervezet méltó megemlékezést tartott a 2020-ban átadott Bonyhádi Székely Emlékparkban. A mai napon az immár 260 évvel ezelőtt madéfalvi veszedelemről gyűltünk össze megemlékezni. Ezt a megemlékezést minden évben már 1989 óta, amióta Bonyhádi Székely kör megalakult, azóta tartjuk. Az idei évben a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöksége, elnökségi tagjai, illetve a tagegyesület vezetők kint Erdélyben, Madéfalván róják le tiszteletüket, és ezekben a percekben koszorúznak, és emlékeznek meg a veszedelemben elhunyt áldozatokról. A Bonyhádi Székely kör elnöke, Gál Martin Elvira nem csak méltó beszéddel készült, hanem szívhez szóló dallal okozott melegséget a hidegesős időben az egybegyülteknek. Majd Pap Domonkos, a Majusi Székely Hagyományőrző Egyesület elnöke is beszédet mondott, azt kívánta, hogy még ember él a földön, éljenek székelyek is. Megemlékezést közösen tartjuk a Bonyhádi Székelykörrel. Nekünk Majuson most nem igazán van lehetőségünk különböző okok miatt erre. Ami erről az eseményről fontos tudni, ugye ez egy megemlékezés, főhajtás, megemlékezés nagyon véres, szomorú eseményről, ami pontosan ma 260 éve történt, és hát főhajtás az akkori áldozatok, az akkori eseményeket elszenvedők, és az azt követő nemzedék, székely nemzedékek előtt is, hiszen talán ez elég köztudott, hogy elég keserű, sanyarú sorsa volt mindig a székely embernek, akár Székelyföldön, akár hova tartoztak. Nem beszélve a román világról, amikor is hát ugye a megtorlások, a sanyarú sors vált rájuk. És azért fontos erről az eseményről megemlékezni, hogy a következő nemzedékek, a minket követő, a most élő, a minket követő nemzedékek tudják és soha ne felejtsék el. Pap Domonkos kezdeményezésére már nem hangzik el a székely himnuszban a porlik szó, így maroknyi székely úgy áll, mint a szikla. Van két gyönyörű sor a himnuszunkban, a székely himnuszban. Az egyik az, hogy vezesd még egyszer győzelemre népet, Csaba királyfi csillagösvényen. Ez egy nagyon gyönyörű lélekemelő, jövőbe néző és a megmaradást óhajtó, talán garantáló mondat. És van egy másik sor benne, ami meg az, hogy maroknyi széke porlik, mint a szikla. Ez viszont valamiféle reménytelenséget, belenyugvást utal a sorsunkba, amit mi előszeretettel kicserélünk, a porlik helyett úgy áll, mint a szikla használjuk, és erre biztatok mindenkit, hiszen ebbe is benne van az a remény, az az élni akarás, az az erős hit, akár a teremtőbe, akár a mi nemzetségünkbe, a magyar nemzeten belül a székelyek mindig megtalálják a számításukat, és élni tudjanak, élni hagyjanak minket. A rendszerváltozás egy mérföldkő volt ebbe. Előtte nem azt mondom, hogy tiltották, de nem is igazán nézték jó szemmel az e fajta rendezvényeket, megemlékezéseket, akár ünnepségeket. Ide idézném édesanyámnak egyik gyakran emlegetett mondatát, amikor is valamiféle számonkérés részére, hogy miért, kicsi gyerekkorunkban miért nem volt ez ennyire elterjedt és ennyire nyilvános, és miért nem tudhattunk sokkal több mindent erről a dologról. Nagyon sokáig azt mondta, hogy fiam, mi amikor ide kerültünk, szégyelni kellett, hogy székelyek vagyunk. És ugye a rendszerváltozás óta egyre jobban ez kiterjedt, elterjedt, és most már bátran, büszkén
hálával vállalhatjuk azt, hogy székelyek vagyunk, és emlékezhetünk, és ünnepelhetünk. Lőrinc Etelin máron több mint 30 éve elnökségi tagja a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének, és a Bukovinai Székely textilkultúrának nem csak művelője, de szakértője és oktatója is. Nekünk itt ma az jutott, hogy egy esős napon, de mégis szép számú jelenlévő előtt egy nagyon-nagyon szép és felemelő ünnepségen vehettünk részt. Az Elvirának, a Bonyhádi Székelykör vezetőjének köszönhetően nagyon szépen megszerkesztett és nagyon-nagyon méltó megemlékezést láthattunk. Gyönyörű volt az ének, és gyönyörű volt az a vers, amit a Salamon úr elmondott, rendkívül megható volt. A pap Domonkosnak pedig a személyes érintettségéből eredő beszéde nagyon-nagyon kedves volt, és nagyon-nagyon szívhez szóló. Úgyhogy nagyon örülök, hogy itt lehettem, bár kicsit bánatos voltam, hogy nem Madéfalván, de végül is nagyon nagy örömöm az, hogy itt most a Szentmisén is, és az azt követő esős megemlékezésen is itt lehettem. Úgyhogy köszönöm minden szervezőnek. Lőrinc Etel felmenői az Isten Segíts nevű faluból származnak, és a székelység vállalása számára nem csak felemelő, hanem kötelesség is. Isten Segítsi szülőknek vagyok a leszármazottja. A szüleim még ott születtek, és én abban a felemelő gondolatban nőttem fel, bár nem mindig volt barátságos a környezet, hogy a székelységünknek a vállalása egy nagyon-nagyon fontos dolog. Azt is mondhatnám, hogy már a születésemtől elköteleződtem erre a feladatra, és most a több mint 30 éve elnökségi tag vagyok. Az én dédnagyapám, Gáspár Marci, így hívták, hogy az öreg bíró volt az Isten Segítségének az a bírója, aki dr. Németh Kálmánnal együtt kijárta azt az utat, hogy a bukovinai székelyeket haza lehessen telepíteni. Úgyhogy az, amit ő tett, és később a nagyapám, aki könyvet írt erről, és édesanyám, aki népviszetmestere volt szövésbe, és édesapám, aki a szövőszékeket készítette, mind feladatot adtak rám, és ezt az a dédnagymamám, aki a Kodály Zoltánnak volt a szállásadója, gyerekkoromban azt mondta nekem, hogy édes leánkám, tanuld meg, és őrizd meg. Hát ezt a feladatot én folyamatosan végzem a családom óriási nagy segítségével. Az elmenekült székelyek által alapított falvak Isten Segíts, Fogadj Isten, Hadikfalva, Andrásfalva és Józseffalva, melyek menedékek is voltak nehéz időkben. Az ünnepség arra is jó emlékeztető, hogy olyan otthont kell teremteni, ahol meg tudják őrizni, védeni önmagukat és őseik értékeit, továbbá arra is, hogy a veszteségek közepette is erősíteni kell az összetartozást, támogatni kell egymást.